valahol a politika színpadáról eltűnt az emberi méltóság. Acsarkodást érzek, olyan agresszivitást, amelyből azok, akik érdekében ezek elhangzanak, elriadnak, taszítja őket. Nagyon szeretem a bátorságát és támadó készségét Orbán Viktornak, de valami olyan idegrendszerből, olyan feldűlt feszültségből tálalja, interpretálja a gondolatait, hogy egy idő után úgy beleszeret a maga agresszív modorában, hogy elveszti azt a fajta vonzalmat, amit én iránta éreztem. Naponta változik az emberek kedélye ebben az országban különböző okok miatt. Azok mind elhangzottak gazdasági okok miatt, paranoisztikus állapotok miatt. Nem érzik az emberek magukat nyugodtan. Most, hogy majd változhat a világ, változhatnak a szellemek, gondolom, szükséges a stíluson változtatni, mert ne lehessen feltételezni, hogy majd most, ha mi jövünk uralomra, akkor majd mi megmutatjuk. Ez a körforgás ebben az országban, és most a gyorsan pörgő történelemben elég gyakran előfordult. Ebben a fajta választási helyzetben meg kéne találni azt a hangvételt, hogy valóban ne egymás személyisége ellen, hanem az ügy érdekében egy bizonyos konzultatívabb hangvételt kellene kitalálni. Több kedélyt és több szellemi szexepül a politikában hasznosabb lenne, mint minden egyéni sértettségből különös furcsa hangvételű felszólalások is. Elmérkedések, mert riogatja azokat az embereket, akiknek érdekében a politika történik. Ezt a hiányérzetemet szeretem volna elmondani.